Vagyok. Na az én is. Miért? Ki nem lenne éhes ennyi repülés után? Egy kis magot szeretném, csak egy kicsike marékni magoskát. Pont csak annyit, hogy jól lakhassak. Csipi, nálad nincs egy kis eledel? Cini, te is tudod, hogy van, de az a csodamag, amit a beteg társunknak kell elvinni, és ahhoz nem nyúlhatunk, hiszen megígértünk. De jó lenne már kicsit letenni ezt a tarisznyát, mert eléggé nyomja a tollamat. Leszállunk itt az erdőben? Ne. Csak találunk valami pihenőhelyet, meg valami kis csifeget. Ne szálljuk le, ez nem biztonságos. Mi van, ha pont valami ragadozó karjába futunk, aki jól megragadoz minket? Hogy fogunk akkor kinézni? De nézd csak arra, mintha világítana egy ablak. Hurrá, menjünk oda! Tudod, a madárvers is azt tanítja. Ahol fény van, ott meleg, ahol meleg, ott pára, ahol van jó sok pára, ott mag is akad mára. A kánai mennyezőről fogunk beszélni. Gyerekek, ki tudja röviden összefoglalni, mit tanít erről a Biblia? Én! A kánai mennyegzőn Jézus leült a vendégek közé, és mindenféléket ettek. Például így ették a combot, és a kalácsok. Azután egyszer csak elfogyott a bor, ám Jézus varázsolt újabbakat. Balú, te javíthatatlan múlvul vagy. De örülök, hogy végül nem nyúltál hozzá. Viszont alapvetően jól foglalkozik össze a történetet. Bár nos, lényeges különbség, hogy Jézus nem varázsolt, nem csodát tett. Az első csodája. Most nézzétek meg ezt az asztalt. Megpróbáltuk úgy megteríteni, ahogy akkoriban lehetett. Ajjaj, Cini, most azt hiszem kicsit bajban vagyunk. Vagyunk. Jé, madarak, fogjuk meg őket és tegyük kalitkába. Dehogy fogjuk, nem látod, milyen fáradtak és éhesek? Inkább adjunk nekik enni. Aztán ezt hogy gondolod? Ékes madárnyelven elcsicserget, hogy hölgyeink tálalva van? A végén még jól elennének előlünk minden. Kik lehetnek? És miért van rajtunk zsák? Zsák madarak? Hát ezek valami egészen különleges szállító madarak lehetnek. Én szerintem gyógyeledet visznek. Ilyet még én sem láttam. Ezt úgy mondod, mintha valami öreg ornitológus lennél. S milyen jó feje! Tök éhesek, és ott van náluk a mag, ám mégsem esznek belőle. Bizony, Balú. Látod, ellen lehet állni a csábításnak. Nagyon becsületes kis lények vagytok, s bár madárnyelven sajnos nem beszélünk, de nézzétek csak, itt egy tál, teszünk bele mindenfélét, csipegessetek bátran, gyertek hát közénk vacsorázni. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit tartál nékünk, ámen. Szerintem nem fognak bántani Csipi. És ezt a tálat is nekünk rakták ide, fogadjuk el. S a csapda, és aztán jól minket esznek meg. Ne csináld meg, nem látod, hogy ezek nem ragadozók? Meg aztán éhes is vagyok. Na az én is, nem bánom, próbáljuk meg, de légy nagyon óvatos. Nézzétek, milyen éhesek szegények. Vigyázzatok, meg ne ijesszük őket. És bizonyára úgy lehetett, ahogy mondtátok. Fontos küldetésük van, hiszen még evés közben sem teszik le a zsákot. Még biztos nem imára tollukat. Látjátok? Nem csak Jézus korában, Kánában volt csoda. Egy picikének itt, és most is tanulni lehetünk. Mi a Zuglói Evangélikus Gyülekezet ifjúsága. Mennyei Atyánk így akarja megmutatni nekünk, hogy igenis figyel, vigyáz és gondoskodik rólunk. És itt nem csak rólunk, hanem más élőlényekről is. Mint például ezekről a madarakról. Akkor visszamegyünk az ablakon. Akik bizonyára most tapasztalták meg először, hogy milyen jó együtt lenni. És látjátok, már nem is olyan félénkek.
megbarátkoztak velünk. De kedves emberek, milyen kár, hogy nem tudjuk megköszönni nekik ezt az eledet. Dehogy nem, csak nem most. Ha majd visszatérünk, meg fognak minket ismerni, és tudni fogják, hogy megszerettük őket. Építsünk nekik madárreketünk. Remek ötlet, Balú. És ők majd tudni fogják, hogy megszerettük őket. Most menjetek. És menjetek, madárkák. Hát, ha hosszú után még előttetek. Köszönjük, hogy eljöttetek közénk. Jó volt veletek együtt lenni.